Távolról figyeli stábunkat a Mismitakin borjú, csak anyjával egyszerre mer elindulni felénk. A kis hölgy már egy hónapos, és egyre kíváncsibban figyeli a kifutóban szaladgáló társait. Néha be is csatlakozik a játékba, és keresi a lehetőségeket, hogy felmásszon valamire. Ha pedig játékos kedve úgy tartja, egy vékony faággal is lefoglalja magát. Nem ő az első Mismitakin kölyök, aki a nyíregyházi állatparkban született, de mind a borjukra, mind a felnőtt egyedekre rendszerint rácsodálkoznak a látogatók. A Mismitakinak nem csak a faj neve, de a külse is igen különleges. Ha ide jönnek a látogatók, akkor rögtön bölényezik, vagy szarvasmarházik. Zák holót alapvetően a kecskeformákhoz tartozik rendszertanilag. Az egész test felépítésével a magas hegyeken való mozgáshoz alkalmazkodott. Rövid lábai vannak, nagyon dús, vastag szőrzettel rendelkezik, így a hideg sem jelent számára problémát. És különlegessége a kosorr. Az összes állatnak, ilyen, főleg a hímeknek ilyen nagyon erős arc szerkezete van, hiszen ennek segítségével, ahogy mielőtt beállamlik a tüdőbe a levegő, felmelegíti azt a kosorr segítségével. A kis nőstény még nagyrészt anyatejjel táplálkozik, de már a szálas takarmányt is elkezdte kóstolgatni. A gondozók időnként nasit is dobálnak a kifutóba alma és sárgarépa formájában. A borjú pedig már ezeket is próbálja ízlegetni, de sokszor inkább úgy dönt, játszik az étellel. A természetben mindössze 3500 mismitakin egyed él, és állatkertekben ritkán szaporodik, ezért is volt nagy szenzáció a nőstény érkezése. Alapvetően az egész világon összesen 175 egyed él ebből az igen ritka takinalfajból, úgyhogy nagyon nagy szó, hogy mi sikeresen szaporítjuk őket. Már évek óta, igazából ahogy itt a tavasz, mi tudjuk, hogy jön egy mismitakin bébi mindenképpen. Az egész csapat védi az apróságot, aki egyébként 220 napnyi vemhesség után látott napvilágot. A kicsi most körülbelül 15 kilós, kifejlett korában azonban akár 200 kg is lehet. A nőstény borjút már lejelentették a faj koordinátorának, ő fogja eldönteni, hogy másfél-két éves korában, amikor már ivarérretté válik, melyik állatkertbe költözik majd az európai faj megőrzési program keretében.